Az Érsekcsanádi Művelődési Házban 2014. július 31-én megnyíló kiállítás a 17. Csanádi Nyár Napja hagyományőrző népünnepi nyitó rendezvénye. A Sárközben élő családok mindennapjait bemutató tárlat anyagát az Érsekcsanádi és a Decsi önkormányzat közösen gyűjtötte össze. A kiállításról Kisné Horváth Zsuzsanna művelődésszervezőt kérdeztük. Élet a Sárközben címmel nyitottunk meg egy kiállítást. Ez a kiállítás egy helytörténeti kiállítás. A különlegessége az, hogy összefogásban Decs nagyközség tájházával készült, mert egy halsütő és halfőző rendezvény közös projektként a Decsi önkormányzattal a közeljövőben kerül megrendezésre, és ehhez kötődik a mai rendezvényünk is. Ezen a rendezvényen, ahogy említettem, Decsről is kaptunk kiállítási tárgyakat a tájházból és népviseletet. A célunk az volt, hogy megmutassuk a két település közötti azonosságokat, eltéréseket, mert hogy mind a kettő település sárközi település, és ennek a különlegessége volt itt a gondolatébresztő, mert Decs és Érsekcsanád között családi szálak, baráti szálak szövődtek, és ennek a felkutatása és a bemutatása is célja volt ennek a rendezvénynek. Eljöttek a Decsi önkormányzattól polgármester úr, alpolgármester asszony, és a tájházból pedig a gyöngyfűző mester, és még többen is jöttek, hogy megnézhessék a kiállításunkat, és nagyon kedves megállapítása volt az alpolgármester asszonynak, hogy amikor ő ide belépett a kiállítóterembe, akkor úgy érezte, hogy hazaérkezett, mert a sárközi élet a túlsófélen is, meg itt is bizonyára a tárgyakban is megnyilvánult ennek a hasonlósága, ami a viseletben is látható, de az apró különbségeket is így be tudtuk mutatni a tőlük hozott viselettel, és amit itt a faluban találtam. A kiállításunkat dr. Balázs Kovács Sándor helytörténész muzeológus nyitotta meg, aki a Szekszárdi Múzeumban dolgozik, és több írásában, könyvében foglalkozott a sárközi élet sokszínűségével. Amikor megkerestük őt, hogy felkérjük erre a feladatra, ő nagy örömmel fogadta a felkérésünket, és rövid beszélgetésünk után hamar kiderült, hogy az ő gyökerei is ide vezetnek Érsekcsanádra, mert hogy a nagymamája innen származik. Lépten nyomon találkozunk ilyen családi és baráti kapcsolatokkal. A kiállítást egy hónapig nyitva tartjuk, augusztus 28-áig lehet megtekinteni, délelőtt 10-től 12 óráig, és este pedig 18 és 20 óra között várjuk a látogatókat.